Sok minden büszkeséggel tölt el itt a Rogers iskolában, de a legbüszkébb a tanári közösségre vagyok. Nagyon jó érzés szakmailag inspiráló emberekkel együtt dolgozni. Kérlek titeket, hogy válasszatok egy olyan kártyát, ami... olyan kártyát választhatok, ami most a legközelebb áll a hangulatotokhoz. Már egyetemi éveim alatt elhivatottá váltam a pedagógia iránt. Elméleti képzésben vettem részt először, és aztán felvételiztem a tanítóképzőre. Kezdetekben szegregátumokban önkénteskedtem évekig. Nagyon kíváncsi voltam, hogy a tanulás és a tanítás hogyan működik különböző élethelyzetekben. És most pedig itt a Rogers iskolában azért vagyok, mert szerintem így érdemes foglalkozni ezekkel a dolgokkal, ahogy itt történik. Azért, hogy milyen volt párban dolgozni, milyen volt a feladat? És beszéltek meg együtt, hogy hogy éreztétek magatokat. Azok a gyerekek, akik majd jövő szeptemberben kezdik az első osztályt, 2029-ben fognak elballagni tőlünk. Senki sem tudja, mit tartogat a jövő, és akkor mi számít majd sikernek. Valóban talán, hogy milyen tudásra lesz majd szüksége a gyerekeknek, mikor felnőnek. Most úgy gondoljuk, hogy a lexikális tudás és a tesztek írásának begyakorlása segítségükre lesz majd a felvételinél, ezért ezeket sem seperhetjük a szőnyeg alá. Feladatunk tanítóként az lehet, hogy a probléma megoldó gondolkodást erősítsük, és őrizzük meg bennük a pozitív tanulási attitűdöt. Ehhez hozzájárul az önismeret, konfliktusai kezelésének képessége és a reziliencia is. Ezért a Rogers iskolában nem csak tényeket oktatunk, hanem a tananyag elsajátítása mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek személyiségének kiteljesedésére. Kabod volt, amit az Áron számolt, volt, amit én, és ellenőriztük, és tök jó volt. A végén kicsit megijedtem, mert azt hittem, hogy ezek össze fognak függeni egymással, és hogy mindig egyet kell lépni. De nem, és megijedtem, hogy sosem fogunk eljutni az egészig, de eljutottunk. Nagyon jól össze tudtunk dolgozni, és a műveleteket is felváltva szakítottunk. Igen, örülök, hogy megosztottál. Tőlem nagyon sokan kérdezik, hogy milyen a fegyelmezés a Rogersben. Ami a legjobb ebben az iskolában, hogy nagyon kevés az a konfliktus helyzet, amit tanári tekintélyből kellene megoldani. És ez valójában nem is megoldás. Hiszek abban, hogy minden az osztályközösségét érintő problémára közösen kell találnunk megoldásokat. Ezért fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy a gyerekeket megtanítsuk a konfliktus kezelésre és az asztal. Azért jó ebbe az iskolába járni, mert itt tényleg nagyon sok barátot lehet szerezni, és a tanárok is úgy vannak beosztva, hogy kiegészítsék egymást. És nagyon jó tanárokat fogtok kapni, köztük a Bogit, ahogy mi is jó tanárokat kaptunk. Fontos, hogy nem csupán gyerekeket veszünk fel az első osztályba, hanem közösséget. Amikor egy új osztály indul, akkor a Rogers iskola egész tantestülete összegyűlik, és az összes eddigi tapasztalatát beleteszi a döntési folyamatba. Nagyon fontos számunkra a csoportok heterogén összetétele, de talán még fontosabb, hogy a gyerekek hogyan tudnak majd működni az iskola keretein belül, és mint osztály hogyan tudnak majd együttműködni.